Eszterházy Péter. A testvéri román nép. Nekem három testvérem van. Név szerint György, Mihály és Márton. A testvér az nem a világ teteje. Hát már csak az, hogy szinte mindenkinél közelebb áll hozzánk, mondhatni ott él a nyakunkon, a szánkba lát, aztán meg elcseni a nyakkendőnket, vagy mi az övét, de az ugyanaz, majd beleharapódik a konyhaasztalon hagyott zsíros kenyérbe, és nem hajlandó focizni jönni, pedig tudván tudja, hogy páratlanul vagyunk. Szerdán csempészni jött a házba, na, megállapodtunk, hogy páros napok, kert csütörtök szombat az övéi. Ki volna más, mint a testvér, ki apánknál beárul, megkiáll az módjában és érdekében. És ő az is, aki a mi liberákos hallgatással burkolt árulásainkról mindent tud. A testvér az, akivel osztozni kell. Mindenen, a levegőn is. A testvér csak nem is okvetlenül az, akit a világon a legjobban szeret az ember, anyánk, apánk, egy-két nő és férfi olykor jobb eséllyel indul itt. Még nehezebb a helyzet, ha mostról van, gonosz. A gonosz mostról ugyanis gonoszul kiátsza a testvéreket egymás ellen, mérget csepeget a szívükbe, így azok alkalomattán nem csak dühösek lesznek egymásra, nyakkendő, zsíros kenyér, nőügy, nem gyűlölni kezdik egymást, és gyanakodni kezdenek. Kis hasonlatom, ne sántikálj itt tovább. Ma, 89 karácsony másnapján, a román forradalomra gondolok, akkor főként egy új testvériség alapjaiban bízom. A magyar-román együtt és egymás mellett élés új, soha nem látott nagy és nehéz esélyében, hirtelen a remény kopott és fantasztikus országai lettünk.